Még csak 16 éves, de már 4 éve versenyez a felnőttek között a hazai autós gyorsasági bajnokságban. A nagy ígéretek között tartják számon, aki a jövő bajnoka lehet, és csak a mindenkori háttéren múlik igazán, hogy versenyzői pályafutása során meddig jut. Nagy Norbert 3 szezont versenyzett egy Ford Fiesta-val. Az idén nagy lehetőséghez jutott, hisz beleülhetett egy ex-VTCC-s autóba, amellyel a kis túrautók mezőnyében a bajnoki második helyet szerezte meg. Az első 3 év az nagyon gyorsan elment a Fiesta-val, ugye folyamatos volt a fejlődés. Ez az egy év, ez egy kicsit nyögvenyelősebb volt, ugye új autó, hozzá kellett szokni. Sok csapatváltás volt, ugye kétszer is mentünk át másik csapathoz. Aztán voltak gondok az autóval, ezt kicsit hosszabbnak éreztem, de ettől függetlenül várom a következőt is. A Fiesta-s 3 éved az kellő alapot teremtett, hogy érzed? Szerintem igen, mert azért voltunk nagyon sok helyszínen, sok körülményhez kellett alkalmazkodnom, és ezt tudtam pontoztatni az Alfánál. A Fiesta milyen autó volt? Sokban eltér az Alfától, hiszen az H-váltós volt, ugye lényegesen gyengébb, viszont elsőkerekes, és ezt így átvinni elég könnyű volt. Én azt hittem, hogy nehezebb lesz menni az Alfával, de rá kellett jönnöm, hogy tényleg nagyon jó előiskoló volt a Fiesta. Vannak a versenyek és vannak a tesztek, ahogy te is említed. Melyik a fontosabb, illetve a teszt mennyire alapozza meg az adott versenynek az eredményét? A teszt az szerintem egy nagyon fontos momentum, hiszen ott állítjuk be az autót, nem kell azzal bajlódni a versenyen, hogy nem jók a beállításaink, hanem egyből top időket tudunk menni, jó gumikkal, hát az kell mindenképp. Akkor, amikor teszteltek, vagy adott esetben csak edzetek a ringen, időt mértek, akkor te, amikor kijössz a boxba, akkor mennyire tudsz információkkal szolgálni? Egy kicsit le kell ülepenni a dolgoknak, picit átgondolom, és akkor mindent átadok az autóról. Ezt mondták a csapatban is, hogy ez egy jó tulajdonságom, hogy egész jól visszatudom adni az autónak a tulajdonságait, hogy úgy érzek. Ezt meg gokartban tanultam meg, mert ez ott volt nagyon fontos. És a gokartnál is nagyon kicsi különbségek vannak beállításokban, és ezt ott nagyon megtanultam, hogy mik a különbségek, és nagyon, nagyon érzem. Ezzel az autóval, ami ugye annak idején a világbajnokságon, a túrautó világbajnokságon egy sztárautó volt, hogyan vágtál neki az évnek? Tehát tudtad, hogy egy lényegesen jobb autóba ülsz bele, mint a Fiesta, és láttad az ellenfeleket is, láttad Gáspár Csabát, majd ehhez kapcsolódtak a külföldi ellenfelek. Az elején tudtuk, hogy ezt az autót elég nehéz lesz szervizelni, mert amikor ment a világbajnokságon, akkor azért egy gyár volt mögötte, és erre próbáltunk minél jobban felkészülni, hogy alkatrészben ott legyünk, hogy tényleg minden legyen hozzá. Ami volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. A vége felé azért már eléggé kifolytunk az alkatrészekből, és sajnos ez miatt nem tudtunk elindulni egy pár futón. Voltak műszaki hibáink, de ettől függetlenül szerintem nem lehetetlen üzemeltetni egy ilyen autót, csak tényleg fel kell készülni. A Hungaroringen volt az első futam. Milyen támpont volt neked akkor, hogy mi lehet ezzel az autóval egy megfelelő idő, mi a nagyon jó idő? Milyen volt ez az első, hogy mondjam, találkozás az Alfával? Hát először a Gáspár Csaba idejét néztük, meg régebbi időket, és hát ahhoz mértük magunkat, viszont kicsit becsapós volt, mert arra a versenyre viszont a többiek is fejlődtek a saját időjükhöz képest. De sikerült már az első verseny hétvégén nyernem egyesős futamot. A legelső futam az nem sikerült, ott a rajtnál eltört a féltengely, de ott is második helyről indultam volna. Szóval az első hétvég az nagyon pozitív volt. De a második is? A második is. Lengyelország egy teljesen ismeretlen pálya volt. Mennyire volt fogós feladat ismeretlen pályán, mondjuk azt még egy ismeretlen autóval, hisz akkor még csak a második verseny hétvége volt megszerezni az első, illetve a második helyet a magyar bajnoki értékelésben? Hát kicsit tartottam attól a pályától, mert hogy idegen pálya, meg minden, meg azért jó messze voltunk, nem tudtam menni ezen a pályán soha, de elég sokat teszteltünk még a verseny előtt, tehát már ott a verseny hétvégén csak sokat mentem. És nagyon ráéreztem arra a pályára, tényleg nagyon ritmusos volt. Attól függetlenül, hogy állt a homok a pályán, mert olyan terület volt, nagyon feküdt és nagyon éreztem, és nagyon gyorsak voltunk.
A lengyel futam az egyébként, vagy a lengyel pálya egyébként az egy egyszerű, gyors, ritmusos pálya? Könnyebb, mint a Hungaroring? Hát viszonylag egyszerű, inkább bevállalós. Igen, amúgy könnyebb, mint a Hungaroring. Kicsit rá kell érezni, hogy a súlypontot hogy kell helyezni az autónak, és akkor nagyon gyors. A futamok között megnézitek a köridőket. Ebből is lehet tanulni, illetve ezt is át lehet beszélni, hogy van mondjuk 14-15 kör egy versenyen, és látjátok, hogy melyik körben milyen időt mentetek. Ez fontos a te épülésed szempontjából? Persze, azt mindig versenyen elemezzük, hogy mennyire tudok egyforma időket menni, milyen a versenytempóm. Eddig úgy vettük észre, hogy időmérőn tudtam egy nagyon gyors kört menni, és utána pedig versenyen egy lassabb kört, viszont ugyanolyanokat tudtam menni, illetve ugye a telemetria adatokat is folyamatosan nézzük és elemezzük. Egyébként te pontos pilótának tartod magad? Hogyha minden stimmel? Igen. Hogyha sokat edzünk, akkor mindenképp. Hát ha sokat edzünk. Igen. És ha nem, akkor sok az űr? Vagy több az űr? Hát több, de nem katasztrofális. Milyen volt ez a ti meccsetek Gáspár Csabával? Mert ha az első két versenyt nézzük, akkor fej-fej mellett haladtatok, két győzelem, két második hely. Utána neked már sajnos nem sikerült újabb futamgyőzelmet aratnod, de azért minden meccs, minden verseny egy-egy párviadal volt, ha jól emlékszem. Igen, az elején én úgy éreztem, hogy egész évben ilyen lesz. Aztán jöttek ugye technikai gondok, ami mindig hátrát adott ebben. Ennek ellenére minden verseny elején fel tudtam jönni első helyre, és a végén pedig visszaestem. Voltak gondjaink a futóművel, voltak olyan alkatrészek, amelyekkel voltak görbülve, és nem tudtuk pótolni, nem tudtunk ezzel az alfához szerezni alkatrészeket. A ti párviadalotok volt talán ebben az évben a legek párviadala. Nem csak ebben a kategóriában, hanem az egészet nézzük a magyar mezőnyben. De hogyan éled meg ezeket a mérkőzéseket, hogy így fejezzem ki magam? Hol te vagy elől, hol a Csaba van elől, aztán még van, mikor Homola is bekapcsolódik, vagy még a kis túrában, amikor zónabajnoki futam van, akkor még egy-két pilóta ott lehet az élen. Mennyire doppingol ez téged, mennyire dob fel téged? Ez a versenyzésnek szerintem a legjobb része, hogy amikor tényleg fej-feje mellett haladunk, és itt lehet a legtöbbet tanulni. És szerencsésnek érzem magam, hogy annak ellenére, hogy ilyen kevesen voltunk ebben a kategóriában, hogy tényleg nem volt sok autó, ahhoz képest nagyon egyformák voltunk, és tényleg fejlődtünk mindnyájan. Tehát Poznanban egy tizeden belül is voltunk. Nagyon szoros meccs volt végig. Az, hogy te mikor előzöl, mikor hagyod esetleg magad megelőzni, hogy ne esle mondjuk az ívről, azt a pillanatnyi helyzet dönti el? Tehát nagyon nehéz felépíteni előre egy futamot? Most, ami idén volt, igen, ez nagyon nehéz volt. Ott tényleg pillanatnyi döntések számítanak. Nagyon gyorsan kell reagálni mindenre. Ezeknél az autóknál nem lehet annyit hibázni, ezek büntetnek egyből. Úgyhogy van tanulság sok. Általában jól döntöttél? Volt, hogy jó, hát volt, hogy nem, voltak azért töréseim, de szerintem nagyjából jó. Mi volt a mély pont, amikor azt mondtad, hogy hát ez a döntés aztán nem rám val? Hát talán Poznanban, amikor egyszer leestem az útról, és hát kicsikét pekes voltam, mert úgy jöttem vissza a pályára, hogy elugrottam szó szerint, mint egy rally autó a bukótérben, mert olyan volt a bukótér, hogy ilyen kis dombok voltak, és ott görbült el a futómű, és utána azt az alkatrészt nem tudtuk pótolni. Viszont ennek ellenére még ott fel tudtam jönni, felzárkoztam rájuk, ezután ott még gyorsak voltunk. Közel 300 lóerős az autó. Már beszéltünk arról, hogy ha egy picit homokos a pálya, ha egy kicsit vizes pálya, ez neked jó. De úgy általában ezt a közel 300 lóerőt, 280 lóerőt, ezt mennyire egyszerű úton tartani, úgy, hogy az ember ráadásul gyors is legyen és futamot nyerjen? Ezekkel az autókkal szerintem könnyű, mert tényleg erre van építve a futómű, szélesebb az autó, mint a Fiesta volt, hosszabb az autó, jobban elveszik az a plusz 100 lóerő. Én azt hittem, hogy tényleg nagyon-nagyon fog gyorsulni, és hogy nagyon nagy erőhatások lesznek benne, de ennek ellenére nem. Tehát csak a köridőben látszik tényleg, meg annyi, hogy több a végsebességem. Megbarátkoztál az autóval, bár említetted a technikai problémákat, és gondolom ezzel a kategóriával, ezzel a két literes kategóriával is barátságot kötöttél. Ha jövőre választanod kellene, van nagy túra kategória, vannak ennél erősebb, gyorsabb autók,
vannak kisebb kategóriák, vannak márka kupák, te szíved szerint mit döntenél? Én szívem szerint maradnék ebben a kategóriában. A többiek, akik erősebbek, ott egy-kettő autó van egy kategóriában, az elég szegényes. Hiába hozunk egy erős autót, nem tudnánk fejlődni, mert nem tudnám kihez hasonlítani magamat. Annak örülnék a legjobban, ha még jönnének versenyzők ebben a kategóriába, és minél több verseny lenne többféle pályán, minél nagyobb legyen a fejlődés. Gáspár Csaba lett a bajnok, te lettél a második. No, de hát ezt meg lehet fordítani. Így van, jövőre igyekszünk ezt megfordítani. Tehát az akkor lehet csak megfordítani, hogyha technikailag tökéletesek lesztek, mert látszik, hogy ahogy te is említetted, van, hogy tizedek, századok döntenek. Igen, ez a problémánk idén, ez volt a problémánk, és ezt próbáljuk kijavítani, hogy tényleg egy 100%-os technikával tudjak menni, hogy minden rajtam álljon. Most tél van, jön majd egy hosszabb szünet, az iskolára kell koncentrálnod? Igen, nekem az iskolára, aztán nyilván arra is, hogy találjunk egy olyan autót, ami nem csak gyors, hanem tudjuk szervizelni is, tudunk hozzászerezni alkatrészeket, illetve egy olyan csapatban menjek, ami alkalmas erre. Most, ha itt választunk a Phoenix Motorsport, az nagyon, tényleg nagyon profik, és szeretnék itt maradni jövőre is.